A mai világban kevés dolog érdekli jobban az embereket, mint a pénz. Akiknek nincs elég, természetes, hogy többet szeretnének belőle. Akiknek pedig rengeteg van, hát igazából ők is többet szeretnének belőle. Mindeközben a világ egyik legunalmasabb és elcsépeltebb mondata lett, a pénz nem boldogít. Kicsit pontosabb fordításban a pénzért nem lehet boldogságot venni. Érdekes módon, bár mindenki ismeri, mindenki máshogy áll hozzá a kérdéshez, boldogít-e a pénz? Az interneten egyaránt láthatunk piszkosul jól szórakozó milliárdosokat, és olyanokat is, akik a vagyonuk ellenére teljesen kiégtek, családjuk széthullott, és inkább eladományozzák mindenüket. Mindeközben az átlagosabb, vagy akár kifejezetten szűkös pénztárcából gazdálkodó emberek nem értik, mégis hogyan lehet valakinek keserves és szürke élete, miközben mindene megvan. Hol itt az igazság? Mai videónkban ennek járunk utána, és megvizsgáljuk a pénz pszichológiáját. Ha nagyon röviden akarunk választ adni a kérdésre, azt kell mondanunk, hogy ne boldogítana a pénz. A valódi kérdés az, hogy mennyi ideig, mennyi pénz, és hogy hogyan használjuk fel. Az életben kevés fontos dologra adható igen vagy nem, fekete vagy fehér válasz, és bizony itt is egy hatalmas attól függben rejlik a megoldás. A legelső hasonló szólás Jean-Jacques Rousseau francia filozófustól eredeztetik, aki úgy fogalmazott, pénzért bármit megvehetsz, kivéve erkölcsöt és polgárságot. A Money Can Buy Happiness így mai formájában az Egyesült Államokban egy egyetemi újságban került elő legelőször az 1900-as évek elején. Ez nagyjából egybeesik az első fogyasztói társadalom létrejöttével. Az ipari forradalom, a középosztály és a tömegtermelés megjelenése társadalmi szintre emelte a kérdést, hogy ki mire költi a pénzét. A mostanra elcsépelté vált frázis számos egyéb formában került már elő, például, hogy a pénz nem minden, pénzért nem kapsz barátokat, és pénzért nem vehetsz szerelmet. Bár ezek így szó szerint igazak, lássuk be, rengeteg mindent vehetsz, ami viszont boldogságot okoz. Legyenek ezek akár anyagi javak, például egy új tévé, egy gyorsabb autó, vagy élmények, mint egy nyaralás vagy hőlégballonozás, butaság lenne azt mondani, hogy ezek semmiféle örömöt nem okoznak. A pénz és a boldogság kapcsolatának egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy még semmilyen tudományág nem tudta egyértelműen bizonyítani vagy épp megcáfolni. A közgazdaságtanban a boldogságot, a jólétet és a hasznosságot nagyon sokáig szinonimaként használták. Sokáig úgy gondolkodtak, hogy mindenkit ez ösztönöz fogyasztásra vagy vásárlásra, mindent azért veszünk, hogy magunkat boldogabbá tegyük, így a pénzköltés és a boldogság szinte ugyanazt jelentette a régi elméletekben. A 20. század végére viszont a közgazdaságtan egyre jobban összefonódott a pszichológiával. Az embereket elkezdték irracionális lényekként kezelni, tele hibákkal, tévhitekkel és furcsa, nem logikus gondolatokkal, tehát ahogy a valóságban is működünk. Az első próbálkozások annak megválaszolására, hogy boldogít-e a pénz, a szubjektív jólétvizsgálatával kezdődtek társadalmi szinten. Több híres kutatás is készült, ami az egyfőre jutó GDP és az emberek saját maguk által vallott elégedettségét mérték. Nagyon sokféle és akár teljesen ellentétes eredmények is születtek. Az egyik legismertebb és legelfogadottabb kutatási eredményben viszont nagyon szépen kirajzolódott, hogy az egyre gazdagabb nemzetek elégedettsége bár nő, egy ponton túl stagnálni kezd. Ha ezt az egyének szintjére lefordítjuk, úgy tűnhet egy bizonyos szint fölött a vagyon nem okoz extra örömet, és ezt sok más elmélet is alátámasztja. Fontos viszont, hogy a nagyobb egyfőre jutó GDP-jú országokban nem csak úgy simán több az emberek pénze. Jobb az egészségügy és a lakosság állapota, jobbak az állami szolgáltatások, rendszerek és emberi jogok. Egy polgárháborús afrikai országban nem csak simán szegényebbek az emberek, hanem nagyobb eséllyel lövik le őket az utcán. Bár egész nemzetek és társadalmak vizsgálata rengeteg ponton eltér az egyéni szintű boldogságtól, már itt is megjelennek az alapvető szükségletek. Az életminőség és a létfenntartás nehézsége adja mindennek az alapját. Abraham Maslow szükséglet piramisa az 50-es évek óta a világ egyik legközismertebb motivációs elmélete lett. Ennek lényege, hogy az emberek szintenként elégítik ki szükségleteiket, és amíg az egyik szint igényei nem teljesülnek, nem is tudunk feljebb lépni a piramisban. Például senkit nem érdekel az önmegvalósítás a piramis tetején, vagy a baráti körünk elfogadása, amíg olyan alapvető dolgok sem teljesülnek, mint hogy legyen mit enni és legyen hol aludni.
Az 1954-es eredeti piramis átesett pár módosításon, átalakult úgy is, hogy egyszerre több szint lehet átfedésben egymással, csak nem egyformán fontosak, de még így is rengeteg kritikája van az elméletnek. A kritikák ellenére viszont nagyon jó kiindulási alap, ha a boldogság és a pénz kapcsolatáról van szó. Ha a teljes nincstelenségtől indulunk a felfoghatatlan vagyon felé, a társadalom jövedelmileg legalsó szintjein a pénz szó szerint az életet jelenti. Egy éhező ember számára hatalmas életminőségbeli ugrás lehet, ha elkezd annyit keresni, hogy egy hónapban csak pár napot kell éhesen töltenie. Innen újabb hatalmas ugrás, ha már nem kell többet aggódnia a betevő falaton, ha van mit enni, az ember elkezd gondolkodni a lakóhely minőségén, esetleg szebb bútorokat vásárol, javít a környezetén, vagy akár elkezd olyan dolgokra költeni, amikre addig soha. Finomabb és nem létszükséglet szinten költ ételekre, italokra és szórakozásra. Amint több pénzünk van, mint amennyit a konkrét létfenntartás felemészt, rengeteg dolgot vehetünk, ami extra örömet okoz. Ahogy egyre nagyobb a jövedelem, úgy egyre nagyobb dolgokat, kocsit, nyaralót, utazásokat, de ezek valóban boldoggá tesznek minket? A helyzet az, hogy nem feltétlenül. Friedrich Herzberg kéttényezős modellje szintén az emberi motivációt vizsgálja, és egy hatalmas előrelépés volt Maslow piramisa után, a 60-as években. Hozzá hasonlóan az emberi szükségletekből indult ki, viszont arra jutott, hogy nem minden szükséglet kielégítés motiválja az embereket. A motivációs tényezők mellett vannak úgynevezett higiéniás tényezők, amiknek a megléte nem okoz plusz elégedettséget, hiányuk viszont elégedetlenséget szül. Kutatása alapján a pénz is pont ilyen. Ezeket, a pszichológusok által alkotott munkahelyi motivációs elméleteket gyakran szokás lefordítani az élet egyéb területeire, így most nekünk is kapóra jön. Ez szerint a pénz hiánya boldogtalanságot okoz, de a megléte nem feltétlen okoz örömet. Ez összhangban van az eddig elhangzottakkal, azaz, hogy a több pénz boldogít, amíg az alapvető szükségleteinket sem tudjuk vele kielégíteni, viszont van egy felső korlát, amin túl nem okoz extra örömet. Ha nagyon szigorúan nézzük a kérdést, valójában sosem a pénz maga adja a boldogságot, hanem az, amire költjük. Ez alól két kivétel van. Megint csak a szegényebb családok körében jutott egy kutatás arra az eredményre, hogy egy folyamatos komfort és biztonságérzetet ad valamennyi állandó tartalék az ember számláján. Ez közvetve ugyan, de mégis szorosan kapcsolódik a mindennapok boldogság és kényelem érzetéhez. Tehát a számlán önmagában álló pénz is szerepet játszik a boldogságban, illetve ennek hiánya stresszt és szorongást szül. A másik kivétel az emberek eltérő szokásain és személyiségén alapul. Vannak, akik a számlájukon álló és gyűlő pénznek jobban örülnek, mintha vennének belőle valamit. Nem vagyunk egyformák, ilyen is akad. A valamivel átlagosabb gondolkodásmódú emberek számára viszont a pénzen vásárolt dolgok adják a boldogságot. A probléma ezzel, hogy ez az öröm rendkívül múlandó. Következő fontos elméletünk a hedonic treadmill, magyarul hedonikus futópad. A hedonikus megszokásként is ismert elmélet azon a megfigyelésen alapul, hogy az emberek boldogságérzete nem tud tartósan megváltozni, vagy legalábbis nem olyan egyszerű dolgoktól, mint hogy veszünk valamit. Eszerint akár pozitív, akár negatív események történnek, a boldogságunk visszatér egy az egyénre jellemző alapállapothoz. Ennek a gondolatnak is vannak kritikái, például az alapállapot nehézkes meghatározása, és hogy a negatív események másként működnek, mint a pozitívak, de pont a pénzen vett boldogsághoz nagyon is jól passzol. Az emberi agy egyik alapfunkciója a megszokás. Idővel meg tudjuk szokni a hideget, a meleget, az éhséget, a fájdalmat, de ugyanígy bele tudunk kényelmesedni egy kezdetben izgalmas munkába, egy párkapcsolatba, vagy épp az anyagi helyzetünkbe. A fizetésemelés után örülünk, hogy több pénzünk van, jobb ételeket veszünk, jobb helyekre járunk, de ezt megszokjuk, ez lesz az új nulla szint. Ugyanezt történik a tartós anyagi javakkal is. Megszokjuk a nagyobb házat, az új kocsit, a nagyobb tévét vagy a jobban szóló hangfalakat. A megvásárláskor és a használat elején minden extra örömet okoz, de szépen lassan elmúlik ez a hatás. Sokat ismételt mantra, hogy a pénzen élményeket és nem tárgyakat kell venni, de ez sem segít feltétlen a helyzeten. Nyaralás közben mindenki szuperül érzi magát, hazaérkezés után úgy érzi feltöltődött, boldog és motivált, de őszintén, kinél tart ez pár hétnél tovább? Mint mindenhol, úgy itt is érvényesül a csökkenő határhaszon, a közgazdaságtan egyik legelső és legfontosabb elve. A több mint 120 éves gondolatot a mai napig nehéz megkérdőjelezni,
A határhaszon elmélet szerint a szükségleteink kielégítésének van egy telítődése, amin túl nem okoz az új vásárlás extra hasznot vagy épp örömöt, valamint a növekvő fogyasztás egyre kevesebb hasznossággal bír. Példán keresztül könnyebb megérteni. Ha egy darab sütink van és kapunk még egyet, az nagyobb boldogságot okoz, mintha lenne 100 sütink és kapnánk még egyet. A 101. sütinek nem örülünk annyira, ezt könnyű belátni. Ezzel körbe is érünk és visszatérünk az elsőként említett kutatási eredményhez, miszerint a magasabb GDP egy határ fölött nem okoz extra jólétet a lakóknak. Mondhatni, telítődik, és ezen a ponton minden eddigi elmélet összekapcsolható. A pénz tehát boldogít, de nem tartósan és nem akármennyi. Az ember adott anyagi helyzetétől nagyban függ, hogy a több pénztől boldogabb lesz-e. Amíg a létfenntartás és alapszükségletek is nehezen érhetők el, addig a pluszpénz nagyobb boldogságot okoz, de ez nem tartós öröm. Ez a kényelmetlenség és a stressz hiánya, amihez nagyon gyorsan hozzá lehet szokni. A létfenntartáson túl a pénz még nagyon sokáig okozhat extra örömet, főként a különböző kényelmi és luxuscikkek vásárlásával. Egy új autó, egy új ház vagy egy nyaralás persze, hogy boldogít. A baj, hogy továbbra sem tartósan, ezeket is megszokjuk. Ideig, óráig a javak halmozásával is kaphatunk kis boldogság stimulációkat, de a 200. nyaralás, a 10. sportkocsi és a 400. búvárkodás vagy ejtőernyőzés egyszerűen nem fogja ugyanazt az élményt nyújtani, mint az első pár alkalom. Szó szerint bele tudunk unni a luxusba, és pontosan ugyanolyan boldog lehet valaki egy 70 négyzetméteres lakásban, mint egy 1000 négyzetméteres villában. Mindennek a kulcsa tehát az alapvető boldogságszint, amit nem tudnak a külső tényezők és új csili-vili dolgok megváltoztatni, de ez nem jelenti, hogy a pénznek ne lenne köze ehhez is. A felső vezetők körében végzett kutatások kimutatták, hogy egy egyénenként eltérő összeghatár fölött sokkal többre értékelik a magas beosztású emberek a szabadidőt, mint a fizetésemelést. Itt jön be a pénz egyik legfontosabb tulajdonsága, amiről még nem volt szó. Nem csak tárgyakat és élményeket, hanem időt is lehet vele venni. Minél több pénze van valakinek, annál szabadabban gazdálkodhat a saját idejével. Megfelelő fizetéssel a munkaidőn túl nem kell például takarítani vagy kertészkedni. A rendkívül gazdagok szakácsokat, sofőröket és asszisztenseket alkalmaznak, amivel szó szerint a saját szabadidejüket veszik meg. A több szabadidő viszont szintén higiéniás tényező, és ugyanúgy megszokjuk, mint minden mást. Amikor egy nappal lecsökken a munkaidőnk, örülünk neki, de pár hónap alatt teljesen megszokjuk, és ez lesz az új nulla szint. Önmagában tehát a szabadidő sem boldogít, viszont olyan lehetőséget ad a gazdagabbaknak, ami a létfenntartásért küzdőknek nem jut. Lehetőséget, szenvedélyek és hobbik megtalálására vagy kialakítására. Ha valakinek elég pénze van, azzal foglalkozhat, amivel csak akar. Az eszetlen vásárlás, a folyamatos utazás és élmények hajszolása nem adhat tartós, csak pillanatnyi boldogságot, de egy hobbi, egy érdeklődési kör, bármi, ami szívből jön és szenvedéllyel csináljuk, az képes erre. Végső választ adva a kérdésre tehát pénzért lehet boldogságot venni. A legegyszerűbben múlandót, de közvetve a tartós boldogság szintünket is megemelhetjük. Minden azon múlik, hogy hogyan és mire költünk. Aki nem jól áll hozzá a pénzhez, az a világ legnagyobb vagyonával is élhet unalmas, kiüresedett és szürke életet, míg valaki egy középszerű fizetéssel is lehet tartósan boldog. Mára ennyit a tízes listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy mindig értesülj a legújabb tartalmakról.